A Krió Intézetben online is megköthetitek egyébként a szerződéseket, de hát rengeteg kérdés van előtte, úgyhogy itt van a háromféle csomag, most már van piros, sárga, kék, úgyhogy Bölcsi Mami, tiéd a szó. Hát én nem tudom, hogy gyerek nem érted, így nehéz lesz választani. Igen, ez a vicc kategória. De, de nem erről van szó, ugye? Nem a nem. Igen. Mi színek szerint kategorizáltuk a csomagot, ugyanis három lehetőség adódik a születéskor gyűjthető őssejtek maga a gyűjtésre és majd a tárolására. És akkor nézzük a csomagokat. A piros csomag a köldökzsinórvér minta gyűjtésére vonatkozik. Egyébként minden szettünk multiszett, annak ellenére, hogyha valaki csak sima köldökzsinórvér minta tárolására köti a szerződést, minden esetben bekérjük a 15 centis köldökzsinór darabot, és a későbbiekben elmondom, hogy erre miért van szükség. Sziasztok! Sziasztok! Megérkeztünk Bölcsi Mamival, őssejt néző, de ugye most jössz megkötni a szerződést? Így van. Volt már valamelyik babádnál őssejt levétel? Nem, úgyhogy most nagyon sok kérdésem van, úgyhogy izgalmas lesz. Hány hetes vagy most, drága? 32. 32. Egyébként nagyjából ez az az időpont, amire azért már érdemes eldönteni, hogy lesz őssejtlevétel, mert akkor online is meg tudjátok egyébként kötni a szerződést. Mi azért jöttünk el, mert hogy így együtt csinálunk akkor nektek egy olyan riportot, amiből a te kérdéseidre fognak válaszolni. És nyilván nektek is sokaktoknak kérdése ugyanez. Na, akkor mehetünk is a Krió Intézetbe? Már várnak minket. Menjünk be, nézzük. Szia! Köszöntünk titeket a Krió Intézetnél. Pár egyetet behozzám. Köszönjük! Számomra a legérdekesebb kérdés, hogy ugye azt mondjuk, hogy a köldökzsinort akkor szabad elvágni, amikor már nem pulzál. Akkor ez mikor veszik le ezt a... Hát valójában a köldökzsinór addig pulzál, amíg összeköttetésben van a lepénnyel, és maga a gyűjtési protokoll az úgy zajlik gyakorlatilag minden kórházban, hogy amikor megszületik a baba, beleged nagy gyakorlatod van, mellkasra helyezik, várnak egy percet, másfél percet, két percet, és valójában, amikor már szépen átpangod gyakorlatilag a babába, ugye fölsírt neki, beállt az önálló keringése, akkor szúrják meg a köldökzsinórban a vénát és az artériát, és az ott pangó mennyiség kerül gyűjtésre. Ez valójában már egy pangó dolog. Így van, nem, ez a mennyiség már nem. Akkor már a baba már... Így van, mert nagyon-nagyon sokan félnek, és valójában ez ugye a köldökellátás része, és ez nagyon-nagyon komoly szakértelemmel végzik a kórházakban, de nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ez egy nagyon gyakori, végül is tévhitként kering. Szóval nekem másik kérdésem az, hogy amilyen naív kérdés, de valószínűleg sok anyuka ezen vacilál, hogy... Nincs naív kérdés, igaz? Melyik az a mondani, hogy nincs naív kérdés? Melyik az a pont, ami az én sejtjeim, meg a gyerek sejtjeim, meg a köldökzsinór? Tehát annyira ismeretlen terület még ez itt számunkra, hogy... Igen. Valójában itt ugye, amikor felhasználásra kerül a köldökzsinórvérből kinyert ősejtminta, akkor nem genetikai egyezőséget, hanem vérszöveti egyezőséget néznek. Abban az esetben, hogyha egy vérképzőszervi betegség kapcsán valójában genetikai hátterű a betegség, akkor a minta nem felhasználható a gyűjtött személy részére, viszont 85%-ban testvér számára igen. Ez egy nagyon fontos információ, persze soha ne kerüljön rá sor, de ez egy óriási biztonság. Tehát nem csak a születendő baba biztonsága, hanem az ő testvérei biztonsága is le van fedve gyakorlatilag 85%-ban. Fontos információ, hogyha nem sikerül levenni valami miatt, vagy nincsen olyan mennyiség, hogy feldolgozható legyen, vagy eltárolható legyen, akkor nem kell kifizetni. Mert igen. Ugye ez is egy tévhit, igen, hogy odamész, megveszed a dobozt, csókolom, és akkor utána a tárolási időt, meg a levételnek a költségeit is fizetni kell. Nem kell kifizetni. Igen. Tehát csak akkor, ha el lehet rakni. Így van. Tehát amikor megkötjük a szerződést, akkor az induló díjat, a levételi szeddíját kell kifizetni, és egyébként nagyon ritkán szokott előfordulni, hogy egyáltalán nem történik gyűjtés, mert valami miatt úgy dönt doktor úr, doktornő, hogy ezt félre kell tennie.
hogyha megkapjuk a levételi szertás területen, akkor visszafizetjük az induló díjárat, és nincs semmilyen más költség. Az befolyásolja esetleg egy koraszülés? Koraszülő babáktól is szép térfogatóanyagot szoktunk adni, tehát valójában a válasz az, hogy nem. Nem. Attól gondolom nem félsz, hogy fáj-e, mert hogy egyébként nem fáj. Mert a vágásra is a vágásra sem eszedik. Mindegyik szülés spontán szülés volt? Mindegyik spontán szülés volt, igen. Szuper, szenzációs. Nos, én azt javaslom, hogy nézzük meg ezt a levételi szettet, hogy milyen alkatrészeket tartalmaz, és akkor utána még úgy is adódnak kérdések, és én még szeretnék egy picit beszélni a másik típusú gyűjtési lehetőségről, a mezenhimál és szövetkős. Ez az alap akkor? A piros csomagban, igen. Itt közben megmutathatod egyébként, aki megkapja a csomagot, ő semmiképpen ne nyissa ki ez alatt. Tehát a kék innentől kezdve tabu, ugye? Igen, tehát mi lezártuk ezt a szalagot, és ugyanígy, amikor ugye ez a bemutató szett, tehát azért megtörtént a begyűjtése, akkor ők is lezárják, tehát valójában csak eddig lehet kinyitni, tehát a polisztirol doboz tetejét azt már nem lehet, hiszen minden steril. Esetleg azt mutasd meg, kérlek, hogy hol van, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy mibe gyűjtik be a köldögzsinór származó, köldögzsinór vérből származó munkát. Valójában így nézti, és most itt formálnátunk, mert kicsit bebújt, itt van két tű, az egyikkel a vénát, a másikkel az artériát rúgják meg, letartják, feltartják a gyűjtőzsákot, és gyakorlatilag átfejik az ottban jó, tehát ez így néz. Képképpen levágják a szereléket, és visszahelyezik a levételi szedbe. És ha már ennél a témánál vagyunk, most a laborban nem megyünk, de viszont megmutatom, ez is egy ilyen kis demószett. Majd utána, ha megszületett a bébike, akkor majd bemegyünk, jó? Így van. A laborba is. Valójában hogyan kerül letárolásra de jó, ez a minta, nem is hát ez már az a... az a kis demó. Igen. És itt azt emléltetjük, hogy van egy ilyen kiegészítő szolgáltatásunk, hogy osztott tárolás, ami azt jelenti, hogy egy fagyasztó zsákon belül osztva tároljuk le a vérmintát, ez hogyha szép nagy térfogatú minta egy kétszeri felhasználásra elegendő valójában. Tehát, hogyha esetlegesen nincs szükség a nagy mintára, akkor valamelyik részét felhasználjuk, és még mindig marad a tárolóban. És ami nagyon fontos információ, hogy referenciacsövekbe tároljuk le a mintát. Tehát ebből lehet bevizsgálni, hogy így van, így van. Tehát nem a nagy mintát bántjuk, ugyanis bekerül a tárolótérbe, ezt majd megnézzük lent a laborba, hanem a referencia csövekből indul meg a vizsgálódás, és innen kezdik el a donor és a recipiens közötti vizsgálatot, amikor felmerül a felhasználásnak az esélye. És azért van kettő, mert két rekeszbe tároltuk, hogy azért van kettő, mert hogy többször... Négy referencia csőben tárolunk egyébként. Tehát négy, kettő, tehát hogyha különböző alkalom, akkor kell, meg lehet nézni, hogy alkalmas-e, és akkor így van, nem a bölcsőm, ami nagyon fölkészült. Nagyon. De tényleg. Igen. Szerintem mindent elolvastál, nem? Ami a háttérben van, vagy amit hallottál az elmúlt 23 évben, amióta kismama voltál először. Ezt majd megnézzük. Jó, rendben. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Itt, itt, itt!